Szia, örülök, hogy itt vagy! Az előző két videóban már megbeszéltük az előző kettő darab tehetségcsoportot, a gondolkodó tehetségekről beszéltünk home office környezetben, és a befolyásoló tehetségekről. Most a következő tehetségcsoport jön, ők a megvalósító tehetségek. És amiatt borzasztó izgalmas most ez a csoportja az embereknek, mivel ő rájuk lesz a legnagyobb szükség, ővelük fogod tudni a legkönnyebben túlélni gyakorlatilag ezt az időszakot. De mielőtt pontosan elmondom, hogy hogyan fognak ők neked tudni segíteni, el fogom mondani azt, hogy honnan tudod őket felismerni, honnan jössz rá, hogy ők kicsodák, és hogyan tudsz velük ez alapján majd bánni, könnyedén bánni. Na hát, legelőször onnan tudod felismerni őket a kollégáid közül, hogy ők kifejezetten olyan emberek, akik folyton szorgalmasak. Leginkább így neveznénk őket. Mindig van valamilyen feladatuk, nem szoktak lazsálni. Hogyha van egy olyan valamilyen task, amit szeretnél valakire rábízni, és fontos, és nem lesz időd számon kérni, nem lesz időd semmit már szájukba rágni százszor, akkor ő neki szoktad az ilyet adni. Tehát már biztos kitapasztaltad, már biztos észrevetted, hogy melyik kollégád az, akinek, hogyha odaadod, ott jó kezekben van. Na ez a jó kezekben van, és az a szorgalmas embertípus, ha összekutyulod, akkor rájuk jellemző az, ami a megvalósító tehetségekre úgy unblock jellemző. Most, ebben a stresszes, koronavírusos helyzetben ő úgy viselkedik, mint egy zsonglőr. Mindent megold. Már otthon vannak a gyerekek, már a nagymamára rá van zárva kívülről az ajtó, és a bevásárló lista ott lóg a falon, már megszervezte, hogy melyik nap kimegy neki, milyen táplálékot hoz venni a boltból. Nyilván ő főz, tehát ő már mindent elintézett, hogy hogyan szállítja az egész családjának a muníciót erre az elkövetkezendő időszakra. Reggel ő már a gyerekeket addigra elkészíti, ameddig neki munkába kéne állni otthonról. Kifejezetten feladatlistákkal van már tele az egész napja, pontosan tudja, hogy mikor fog főzni, mikor fog takarítani, mikor fog telefonálni, és be is tudja osztani. Tehát nem csak szakács és tanárnő, hanem egy tökéletes home office-ra szabott kollega is lehet adott esetben. Tehát őre bármit rá tudsz bízni, hogyha van sok feladat, vannak olyan feladatok, amiket lelkiismeretesen kell elvégezni, akkor őt keresd. Általában normál helyzetben is amúgy így működik, be van osztva reggeltől estig az élete, borzasztó nehéz nála időpontot találni, és folyton van a kezébe valami. Valamit mindig csinál, mindig nyughatatlan, vagy elmosogat, vagy oda készíti neked a kávét, vagy valamit csinál, jár a kezelába folyton, és nem tudja magát gyakorlatilag leállítani se. Na most rá egyetlen egy dolog miatt kell figyelned home office környezetben. Most ő nagyon jól struktúrálta már a napját, sokkal jobban, mint az összes többi. Légy szíves, ezért dicsérd meg. Úgy gondolod, hogy neki nem kell dicséret, mert neki ez az alapjárat, csak próbáld meg az összes többi kollégádhoz hasonlítva nézni a teljesítményét, és akkor fogod észrevenni igazán, hogy ő mi mindent tett le az asztalra. Légy szíves, ha semmi más nem csinálsz, ezzel az eggyel kezd, dicsérd meg őt a legőszintébben, ahogy csak tudod. Köszönd meg neki azt a munkát, amit eddig csinált, és valahogy biztosítsd afelől, hogy ezentúl is számítasz rá, és az olyan jellegű, precíz, aprólékos és megbízható munkájára, amit eddig végzett. Mert egyetlen egy dologtól fél, hogy home office-ban nem lesz feladata. Ő úgy gondolja, hogy ő haszontalan lesz, hogyha otthon van, és nincs mit csinálnia. Fél attól is, hogy esetleg emiatt meg fog szűnni a munkahelye, hogyha ő nem tud annyit csinálni, mint amennyit bent csinált. Nyugtasd meg, nagyon fontos, hogy megnyugtasd, mert ő lesz a legerősebb láncszem a csapatodban, aki mindenki helyett is, és saját magát túl teljesítve is a legtöbbet fogja vállalni. Ő fog 8 óra helyett most 10-et dolgozni, mert az utazás idejét, amit amúgy is a munkába járásra használt volna, azt is oda szeretné adni neked. Tehát ő a kő szikládnak gyakorlatilag az alapköve, ami az egész rendszeredet tartja, ő vele a legegyszerűbb lesz a dolgot home office-ban. Hogyha esetleg nem tudsz neki feladatot adni már, mert elfogyott vagy vártok még valamivel a többiekre, akkor egy dolgot csinálj vele,
Kifejezetten kérd meg, hogy ne csak magának, hanem a többieknek is adjon feladatlistákat, amivel ők tudnak haladni, vagy adjon neked is feladatlistát, bármilyen furcsán is hangozhat esetleg, de adjon másnak is, és kérje is őket számon, szépen finoman a maga módján, ez bízd csak rá, hogy jobban tudja esetleg adott esetben csinálni, mint te, akkor úgy gondolja, hogy több olyan dolog van, amit ő kézben tud tartani, és ami a hatékonyságot előrébb lendíti, és ez így is van. Úgyhogy keresd meg a megvalósító kollégáidat, akassz a nyakukba feladatokat, minél több, annál jobb, ő nem fog emiatt haragudni, sőt, kifejezetten boldog lesz, hogy rá gondoltál ezzel kapcsolatban. Na, ha végignézted ezt a videót, akkor már 3 tehetségcsoportot ismersz. A 4. csoportról a következő videóban fogok mesélni, ők a kapcsolatépítő tehetségek, és rájuk, hát, most kifejezetten erre a belső tehetségükre nagyon nagy szükségünk van nekünk, mint vezetők, úgyhogy a következő videóban róluk lesz szó, addig is szia!